Ünnepi műsorral köszöntöm Önöket, így pár nappal karácsony előtt. El kell mondanom, hogy a mai műsorunk tartalmának összeállítása volt számomra az, amely igazán közel vitt az ünnep lényegéhez. Az elmúlt napokban Adorjáni Katalinhoz látogattunk, akinek szolgálata mély benyomást tett rám. Majd a Reménység és a Gondviselés Egyesületek közös együttlétei ébresztettek csodálatot és elismerést bennem. Ezekről számolunk be mai adásunkban, majd zárásként Marosán Csaba ünnepi versével kívánunk mindenki számára áldott ünnepeket. Azt hiszem, hogy felnőttként arra kell felkészüljön mindenki, mi is, ők is, hogy nem olyan lesz, mint a tavalyi, és talán a jövőben se lesz olyan, mint az idén, de mindaz, ami jön, az jó lesz, mert együtt leszünk. Én a szeretetet nem a zsebembe tartom, hanem a kezembe. Ezért mindenkinek adok. Ennyi az egész. Ez a társaság egymásnak örömet tud szerezni. Milyen sok örömet tudnak ők hozni ebbe a világba. És hiszük azt, hogy ők sokszor tanítani jönnek a Földre. Adorjáni Katalin hadgyermek édesanyjaként és lelkészfeleségként éri mindennapjait. Így anyai teendői és egyházközségi szolgálatai közepette készülődik az ünnepre is. Ez a hangolódás a több éves családi és közösségi rituálék szerint halad. És érdekes, ahogyan a megszokott folyamat formálódik azáltal, hogy a gyerekek nagy része külföldön él. Lássuk az Adorjáni család történetét. Amikor felnőtté válik egy gyermek, mindig az emléke van meg a karácsonyról, hogy milyen jó volt a családdal együtt lenni, és milyen megkipolcs meg voltak a mozzanatai, amit ő gyermekként megélt. Most viszont az az izgalmas benne, hogy nem biztos, hogy ugyanazokat az élményeket fogja megkapni, mert hogy felnőttként egészen másképp látja, és nagyon sok külső tényező az, ami mozgatja a dolgokat, és már nem biztos, hogy egyszerre le tudunk ülni az asztalhoz. Lehet, hogy máshova is el kell menni, a barátnő családjához, vagy a társ családjához, és akkor már azt a ritmust, ami nekünk évek hosszú során kialakult itt a családban, hogy az karácsony estén így történik, az nem igazán valósult meg, legalábbis az utóbbi években. Most még izgalmasabb lesz, mert hogy gyermekeink több mint fele nincs itthon, tehát hogy nem hogy nincs itthon, nincs is az országban. És emiatt, hát már a tavaly volt egy ilyen, hogy Panna lányunk létrehozott egy olyan listát, ami saját maga generálja, hogy kinek fog ajándékot venni, mert hogy egy idő után ez úgy kialakult, hogy egymásnak húztunk ajándékot, és akkor már a földrajzi közelség nem volt meg, tehát az interneten oldottuk meg egy ilyen új módszerrel, és akkor az internet kiosztotta nekünk, hogy kinek ki jár, és így ajándékoztuk meg egymást. Most pedig az történik, hogy a karácsonyi programot is egy közös dokumentumban szervezzük, és írogatjuk egymásnak, hogy na akkor hogyan legyen, hogy valóban sikerüljön az, hogy tényleg együtt tudjunk lenni. Hiszen annak mindenféle része van. Hogy milyen lesz, nem tudom, hát utána fogjuk tudni elmondani. Mindenféleképp az nekünk nagyon nagy öröm, hogy a gyerekek szívesen töltik velünk a karácsonyt, így felnőttként is. És hát az elmúlt évek sokféle eseményéből, nehezebb fordulataiból is tanulva azt mondogatjuk egymásnak, hogy próbáljuk meg úgy készülni erre az időszakra, hogy az, ami szembe jön velünk, azt örömmel fogadjuk, és ne legyenek nagy elvárásaink, mert lehet, hogy sokszor az elvárásaink ilyen meseszerűek, régi szép emlékekhez kötődnek. Azoknak is megvan a helyük, jelentőségük az életünkben, de most új élmények, új lehetőségek, új ünneplési forma fog meghonosodni, de lehet, hogy csak ebben az évben lesz, és jövő évben egészen másképp lesz. Tehát most azt hiszem, hogy felnőttként arra kell felkészüljön mindenki, mi is, ők is, hogy nem olyan lesz, mint a tavalyi, és talán a jövőben se lesz olyan, mint az idén, de mindaz, ami jön, az jó lesz, mert együtt leszünk.
templomban fogjuk kezdeni, mint mindig. Számunkra, hát a férjem lelkész, így nem, és én is az egyházban tevékenykedem, tehát hogy nem csak a mesterségünkből, vagy az elhivatásunkból kifolyólag, de a személyes meggyőződésünkből is a karácsony, a Jézus születésének a megünneplése a Szentestével kezdődik, ott szentelődik meg az ünnepünk, és jó, hogy tevékenyen töltjük el, mert ilyenkor rengeteg a munka, de nagyon, nagyon szeretem, annak ellenére, hogy tényleg nagyon sok a munka, mert hogy ünnepélyt készítünk, és három korosztályt is, tehát kicsitől nagymamáig mindenki benne van az ünneplésben, tehát őket készítjük elő, de úgy érzem, hogy engem is feltölt, tehát az, hogy ott kezdhetjük meg, és attól ünnep az ünnep, hogy van ez a szent este, amikor elindul nyilván a nagy hétnek egy része ez is, de az a pillanat, amikor mindenki ott van. Egy ünneplésnek megvannak a mozdulatai, a rituáléja, és egy családi ünneplésnek is megvannak a bizonyos elemei, amik mindig ott vannak. Tehát ez az, hogy az ajtó előtt énekelünk, az, hogy együtt eszünk, az, hogy megkántáljuk a szomszédokat, ismerősöket, hát most már annyira nem tudunk elmozdulni, mindenkit elérünk vásárhelyen, vagy külföldön, Németországban, így telefonon keresztül történik. És az, hogy együtt vagyunk. Azok, akik egy gyereket nevelnek, vagy Isten nem adta meg, hogy gyerekük szülessen, tehát azoknak a karácsonyuk, ünneplésük is pontan értékes és szép. Másféleképp történik, amilyen másfél. Megvan a zaja, megvan a verejtékem, megvannak a... Hát biztos, hogy sokkal zajosabb, mint egy kisebb számú családban. De az a szép benne, amit úgy mi magunk elfogadunk, befogadunk, és nyilván ne hiányozzon belőle a lényeg, mert nem csak a hangulat, és nem csak a vacsora, az ajándék, hanem maga a lényeg, tehát hogy a földre szállt szeretet, aki feláldozta magát. Történetek, rituálék, meghittség mindenkinél jelen vannak valamilyen formában. A mai találkozásunk során egy különleges csoporttal találkozunk, akiktől rengeteget kaptam, és úgy érzem, önökkel is meg kell osztanom. Immár 17 éve hátrányos helyzetű fiatalok találkoznak, közösséget alkotnak a Reménység Alapítvány égisze alatt. A szervezet lelke Szilágyi Erzsébet, aki a kezdetektől fogva nem csak elnökként, hanem már-már anyaként viseli szívén a fiatalok sorsát. Ismerkedjünk meg velük! Én olyan ember vagyok, gyerekeket, hogy lett hazahozni? Ez te is tapasztaltad, biztos, hogy a kezembe, hogy én a szeretetet nem a zsebembe tartom, hanem a kezembe. Legyél, mindenkinek adok. Ennyi az egész. Én azokat az ifjakat karoltam fel, akik elvégezték az iskolát, és otthon csak a négy fal között éltek. És akkor ezeket felkutattam, és akkor így összeverődött ez a társaság, és együtt vannak azóta is. 94-től már találkoztunk bizony olyan helyeken, hogy egy vizes irodában, meg ehhez, és akkor, amikor láttam, hogy ezek a gyerekek nagyon ragaszkodnak, akkor felvettem a külföldi kapcsolatot, és akkor úgy tudtuk megszervezni az ingatlan vásárlást, az építkezést, és akkor itt már jól érezték magukat, és akkor egyik mondta a másiknak, és akkor jöttek, és így lett egy komoly csapat. Most olyan 11-12-en vagyunk, akik rendszeresen látogatjuk minden szerdán. Csak egy héten egyszer találkozunk szerdán, akkor ugye inkább van egy ilyen közösségi munka, irányítóink vannak, akik jöttek az ötlettel, és ők amennyire be tudnak segíteni, akkor megvalósítjuk ezeket a munkákat, amiket ugye volt, amikor kiállítást is rendeztünk, és
amennyire ők tudják, amennyire hangulatuk van, mert a hangulattól is függ, akkor úgy dolgoznak. Ebben az egyesületben az a legfontosabb, hogy egymásra figyelünk. Az a legfontosabb, hogyha valakivel baj történik, azonnal az ők tehetségük szerint próbálnak segíteni. Például elvittük ugye Imikért a múlt hónapban az orvoshoz, mindjárt jelentkezett egy másik beteg, jaj, van ismerősöm, szóljak neki, hogy ha Imikért viszik, hogy vele szépen beszéljenek. Tehát ezt a nagyvilágban nem igen lehet tapasztalni. 2000-től járok ebbe ide az alapítványhoz. Nagyon sok mindent kaptam. Szelődünk, hülyeskedünk, énekelünk, kirándulásokat csinálunk nyáronként. És mindig számomra egy kikapcsolódás, hirtelen egyszer, hogy itt vagyunk. Bár minden találkozás élmény nyújt a közösség számára, az adventi találkozások mégis különlegesebbek, hisz a közös karácsonyfa díszítés, éneklés, szavalás és történetmesélés meghittebb hangulatot varázsol, és segít a lelki felkészülésben. A szabad időmben nagyon sok minden, nagyon-nagyon sok minden. Nagyon szó, én naponta kimenjek ki nyáronként sétálni, vagy elmenjek valamire, minden napra megvan a kis programom, hogy teljen a nap. Én nem tudok úgy, hogy na, reggeltől estig, hogy belegyek, én nem vagyok haza szemni. Vannak minden a szervezések, amiket én szervezgetek, van amelyiket Erzsike néni, vannak bizonyos dolgok, amiket én mondjuk megkérdezem, hogy ötlete, hova menjünk kirándulni. Rögtön mindig megmondom, hogy ugye hát az alapítványnak van egy háza kint Rákoson, ugyanis, hát ki szokunk tenni. Nem csak hozzá, nem ez ama. Kimenjünk oda, én ott ülök ott a gyerekekkel, vagy valamikor volt olyan, hogy kimentem én is segíteni a szüretkor, szőlőszedni. Van sokszor, hogy én mikihez lejövök, erről beszélgetünk, meg sok mindenet csinálunk, meg a gyülekezeti rész, ugyebár nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Lelkileg úgy kell felkészülni erre az ünnepre, minthogyha minden nap karácsony volna. Tehát a karácsonynak az a jelentősége, hogy próbáljuk szembenézni tiszta szemmel egymásra, és úgy várjuk ezt az ünnepet, mint aki örömet szeretnénk szerezni úgy a családnak, mint a körülöttünk lévőknek. És ez a társaság egymásnak örömet tud szerezni. Számomra minden évben a karácsony, hogy egy közösségben tudom megélni. Mindig az adventtől kezdődik a karácsony. Adventtől egész karácsonyig. Minden vasárnap este nem ülök le a tévé mellé, hanem begyújtom azt a gyertyát, imádkozok, és az a fél órát arra számol. Az 1 Korintus 13-ban van az, hogy úgy fejeződik be, hogy a legnagyobb a hit, a reménység és a szeretet. És ez ide tartozik. És ismerkedjünk meg a Providenca Gondviselés Fürsorge röviden Gondviselés Egyesülettel is, ahová értelmi fogyatékkal élő fiatalok látogatnak. Kovács Melinda és Dobri Orsolya szociális munkások már több mint 10 éve az egyesület tagjai, akikre a fiatalok bármikor támaszkodhatnak. Fantasztikus karácsonyi élményben volt részünk, és szintén elmondhatom, hogy rengeteget kaptam a közösségtől a találkozásunk során. Remélem, át tudom adni önöknek is.
A karácsonyi készülődés az a kicsit hosszas nálunk. 2-3 héttel korábban megkezdjük, mert hogy ilyenkor mindig készítünk díszeket, meg karácsonyi ajándékokat, amelyeket elsősorban kiállításra visszük el, és egymást fogjuk azokkal megajándékozni, illetve felkerülnek a karácsonyfára. Már a második éve történik, hogy nem akarnak a fiatalok a műsorral előállni a szülők elé. Azt mondják, hogy ez már olyan gyerekes, ők már felnőttek, és azt szeretnék, hogyha együtt lennénk, és egységben ünnepelnénk. Ami azt jelenti, hogy közösen énekelünk, olvasunk a Bibliából részletet, vagy a példabeszédekből, elmondja mindenki, hogy mit jelent számára karácsony, néha csendet is tartunk, gyertyát gyújtunk, zenélünk, tehát ez arról szól, hogy mindenki a lelkével szerepel, tehát a lelkét adja. Nem külsőségekben akarunk megmutatkozni mások előtt, akár vendégek előtt, akik nem feltétlenül az egyesülethez tartoznak. Nem szeretnénk mindannyiukat bevonni és jelen lenni, együtt lenni. Nekünk ez most nagyon fontos, a közösség megtapasztalása. Az egyesülethez járó felnőttek, akiket mi fiataloknak nevezünk, mert ők ezt szeretik, úgy nevezzük őket. Tehát a fiatalokban nagyon élénk a gyermeklélek. Ők még a csodavárásban élnek, az adakozásban, tehát a szeretet megélése nagyon erős náluk, az adni és a kapni is. Ez belülünk kiveszett legtöbb emberből. Mert a hétköznapi gondok, a rutin az mind elfojtotta ezt a gyermeklélek részt, sajnos. Éppen ez az, amit itt meg tudunk élni, ezt a karácsonynak az igazi szellemét inkább itt éljük meg, tehát nem otthon a családban, mert általában a karácsony sajnos arról szól, hogy vásárolunk egymásnak ajándékokat, és elvesz mögötte az, hogy a karácsony az nekünk a megváltó megszületését jelenti. Számomra nehéz az, hogy minden nap nagyon sok új kihívás van, ami megpróbálja határaimat, és megpróbálja határainkat. És éppen ezért mondjuk azt, hogy nem csak mi tanítjuk őket, hanem ők tanítanak minket. És nagyon sok ember, aki eljön hozzánk gyakorlatozóként vagy önkéntesként, ugyanezt éli meg, hogy sok mindent tanul a felnőtt fogyatékkal élő emberektől. És ez is, hogy fogyatékkal élő, végül is megkérdezhetjük, hogy mi az, hogy fogyatékosság, hogy mi nem vagyunk fogyatékosok, érzelmileg is sokszor fogyatékosok vagyunk, nem vagyunk képesek empatikusnak lenni, nem vagyunk képesek odafigyelni, megosztani magunkat. Nekünk fontos az, hogy úgy tekintsünk rájuk, mint egészséges emberekre, és úgy próbáljunk hozzuk viszonyulni. De a kommunikáció sokszor nagyon nehéz, és a szabályokhoz való alkalmazkodás, mert akárhogy is veszük, minden közösségben, minden intézménynél van egy program, van egy minimális rendszabály, amihez meg kell tanulni, alkalmazkodni, és fontos, hogy következetesek legyünk ebben, és a dicséretet is, meg a figyelmeztetést is össze tudjuk hangolni. Számomra, mint ember, a legfontosabb, amit tanultam, az, hogy örülni az életnek, és az, hogy minden nap vidámságot élünk meg, tehát nem úgy nézzük őket, hogy milyen szomorú esetenként néha a sorsuk, meg a szülőknek, a családoknak a sorsa mennyire szomorú lehet adott helyzetben, hanem milyen sok örömet tudnak ők hozni ebbe a világba. És hiszük azt, hogy ők sokszor tanítani jönnek a Földre. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus teológia hittanoktatónak készülő harmadéves és mesteris diákjai immár második éve látogatják meg az egyesületet Ozsváth Judit szakmódszertan tanár kíséretében. Számukra ez a lehetőség a leendő hivatásuk gyakorlásához egy segítség, illetve lelki feltöltődés. A jelenlegi harmadévesek, tavaly másodévesek voltak, és akkor tanultak katekétikát, és akkor onnan született meg az ötlet, hogy ne csak az elmélet legyen, hanem gyakorlatba is beültessük azt a fajta tudásanyagot, amit ott kapunk, és hát igazából Paulik Rékának
volt az ötlete, hogy jöjjünk ki, és akkor keresték, hogy hova lehetne, és a ferencesek ajánlották, hogy van ez az alapítvány, ők kapcsolatban vannak velük, és akkor itt szeretettel várnak bennünket. Nagyon nagy élmény. Be kell vallanom, hogy a tavaly kicsit féltünk is, mert nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, nem tudtuk, hogy milyen fiatalok lesznek, mennyire sérültek azok a fiatalok, akik itt vannak, de azt tapasztaltuk, hogy annyira nyitottak, annyira közvetlenek, és így belementek abba, amit csináltunk velük, hogy az idén már nem ismerült fel tényleg kérdésként, hogy jövünk vagy nem jövünk, és nekem a tavaly egyértelműen az egész karácsonyomat meghatározta az, hogy itt voltunk. Adunk is, és kapunk is, és nagyon sokat kapunk, nagyon sok tapasztalat születik ebből, hogy itt lehetünk, hogy itt kipróbálhatjuk saját magunkat, és úgy jó azt érezni, hogy szükség van ránk. Hitoktatóként szükség van ránk, katekétaként, mert egyértelműen pozitív volt a visszajelzés is, hogy szerették, amit csináltunk, és örültek neki. Turmazei Erzsébet, adventi harangszó. Borús szemű gondbarázdált, fáradt arcú emberek, itt is egy, és ott is egy. Vége sincs és száma sincs. Mellettem sodródnak el mind az utca forgatagban. Várja őket íróasztal, akta, gép, katedra, műhely, munkaterhe, kenyérgondja. A nagyváros ontja őket végtelen tömegben. Gondbarázdált, fáradt arccal tova tűnnek, elsietnek. Valamikor nem is régen, csak 20 éve, 40 éve, mindez a sok fáradt ember hívő, boldog gyermekszemmel tekintett a nagy világba. Csodákat várt, szelíd szárnyon, ha közelgett Szent Karácsony, tekintete csodaváron, csodahívőn csillogott. Jaj, a hajszás nagy robot, szemefényét kioltotta. Sose csillog benne most a csodavárás öröme. Valamikor nekik is volt gyertyafényes fenyőfájuk. Évről évre kevesebb lett rajta gyertya, és az ágát szelek törték, tördelgették. Most már nincsen, minek várnák Szent Karácsony közelettét. A mennyország csukva, zárva, nem suhog az angyal szárnya. A gyermekkor szép világos, vele minden oda rég. Most ők vesznek karácsonyfát, alkudozva olcsó pénzzel, és ők mondanak mesét. Zúg az adventi harangszó, gyermekszemek lámpácskái, felragyognak, fénylenek. Ők csak mennek, fejlehajtva, másé már az üzenet. Istenem, zúgó harangát teremtsd most a szívemet. Istenem, harangozok, adventet harangozok. Fáradt léptű embereknek adventet harangozok. Bim, bam, higgyetek megint. Csodahívő szemetek világítson a világba. Benne várakozás lángja, benne advent remény. Mert eljő a messiás. Köszönet a Beauty K és a Crazy Stúdiónak. Köszöntöm Önöket! A karácsony a szeretet ünnepe. Mondjuk mindannyian meggyőződéssel, tudva azt, hogy ennek a lelki egészség is feltétele. De hogy mindez kimerül-e egy puszta kijelentésben, vagy életté is válik, az rajtunk múlik. Kívánom, hogy mindannyiunknak boldog karácsonya legyen,
és hát ha ehhez mi is hozzá tudunk segíteni, Kovács Réka Rozália pszichológus tanácsaival. A karácsony időszakában, talán még jobban, mint máskor, elvárjuk, hogy szeretve legyünk, és mi is szerethessünk. Számunkra ugyanis annak az érzésnek a megtapasztalása a legfontosabb, hogy feltétel nélkül elfogadnak és szeretnek. Kovács Réka Rozália pszichológus szerint a karácsonyra való készülésünket éppen itt rontjuk el, azaz túl nagyok az elvárásaink, és abban reménykedünk, hogy a karácsony más lesz, mint az év többi napja. De ez nem következik be. Érdekes az, hogy sokan például túl költekeznek ilyenkor, vagy túlzottan drága ajándékokat vásárolnak, és hogy ez mind valahol arról szólhat, hogy azt próbálják pótolni, ami elmaradt az év többi hónapjában, azt a szeretetet próbálják kifejezni, amire valahogy nem kerülhetett sor, vagy akár lehet valamiféle bűntudat ez mögött. És hát nagyon fontos a mértékletesség, hogy fölmérjük egyrészt az erőforrásainkat, hogy mire vagyunk képesek, hogyha nem vagyunk arra például képesek, hogy a teljes lakást kifényezzük, akkor elégedjünk meg azzal, hogy kitakarítottunk egy szobát, vagy hogyha az anyagi tartalékaink nem engedik meg azt, hogy mindenkinek mire drága ajándékot vegyünk, akkor nagyon fontos, hogy megelégedjünk a kevesebbel is. Hiszen, mint mondja, fontosabb az, hogy átérezzük a karácsony üzenetét, és ajándékok nélkül csupán a viszonyulásunkkal éreztessük embertársainkkal szeretetünket, tiszteletünket. Ezért szükséges megejteni az úgynevezett lelki takarítást is. A karácsonyi ünnepek előtt nagyon gyakori, hogy kitakarítjuk a lakásainkat, átrendezzük, és hogy ugyanígy nagyon fontos a lelki takarítás olyan értelemben, hogy térképezzük föl, hogy kikkel kapcsolatosan vagyunk bosszusak, kikre haragszunk esetleg, és próbáljunk ezeket a kapcsolatokat rendezni. Nagyon áldásos tud lenni, hogyha legalább most, így az ünnepre készülve, ezeket a kapcsolatokat megpróbáljuk rendezni, jobbá tenni, a konfliktusainkat megoldani. Mindezen lépéseket azért szükséges megtennünk, mert ezáltal is elkerülhetjük azt, hogy a karácsony táján jelentkező szomorúság erőt vegyen rajtunk. Karácsonykor én azt hiszem, hogy akár akarjuk, akár nem, valamilyen formában tükörbe nézünk, szembe kerülünk a saját életünkkel, és hogy mivel a média, a plakátok, minden azt üzeni, hogy ez a szeretet ünnepe, így kénytelenek vagyunk fölülvizsgálni a saját életünket ebből a szempontból, hogy mennyire szeretünk, illetve mennyire vagyunk szeretve. És hogy amikor ezt föltérképezzük, akkor gyakran nagyon szomorú az, amit látunk, amivel szembesülünk. Szembesülünk azzal, hogy a kapcsolataink nem elég szeretetteljesek. Szembesülünk azzal, hogy egy házastársi kapcsolat lehet, hogy már rég kiégett. Szembesülünk azzal, hogy a gyerekünk nem őszinte hozzánk. És akkor ez így nagyon elszomoríthatja az embereket. Vagy nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy magányosak. Mikor a magányról beszélünk, nem csupán az egyedül élő emberekre kell gondolnunk, hiszen létezik a páros magány fogalma is, mely a házastársi kapcsolatokban lévő magányos feleket hozza előtérbe. A magány elkerülésének érdekében fontos, hogy bebiztosítsuk magunkat olyan személyekkel, akikkel jól érezzük magunkat. Fordítsuk figyelmünket a külsőségekről a belső történések felé, hiszen karácsonyi díszek, ajándékok nélkül is lehet meghitt karácsonyunk. Nagyon tetszik a karácsonyi történet, gyönyörű, hogy Jézus igazából teljesen ruha nélkül, díszletek nélkül, karácsonyi díszletek nélkül érkezett el rendkívül szegény helyre, és hogy ő volt a világ megváltója. És azt gondolom, hogy ha ebből indulunk ki, akkor talán beláthatjuk, hogy a külsőségek holott segítenek a hangulatunkat, talán egy kicsit alakítani, de hogy igazán nem ez a fontos, hanem hogy a karácsonynak a lényegét átéljük. Eddig tartott a mai rendelő, én még egyszer kívánok Önöknek boldog karácsonyt, a viszontlátásra! A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.